A Délpár és nyári kert az első kötetednek a címe, és hát az valóban már a cím is azért egy terülsebb világot mutat, és azt is, hogy a Párizs iránti, vagy Párizs iránti rajongásod az nem teljesen új keletű, és hát egyike vagy azon erdélyi szerzőknek, még említetni mondjuk Egyedemesét, vagy Kányádi Andrást, akik ha egy módban rá, akkor előszeretettel látogatják meg a fények városát, akár irodalomtörténeti, vagy más okokból. Te hogy látod, hogy Párizs, ahova azért viszonylag gyakran, 2-3 évente, hogy ha jól figyelgetem, sikerül ellátogatnod, vagy avantgárdos okokból, vagy másokból, akár személyesből, mennyire tartja még meg azokat a központi fényeit, tehát világirodalmi központ fényeit, amelyek azért a 20. század első felében egyértelműek voltak? Azt hiszem, hogy Párizsnál több dolog van. Az egyik, hogy volt szerencsém 2 hónapot folyamatosan ott tölteni egy ösztöndíjjal, és az mindenképpen egy olyan rétegzett ismeretet nyújt, azt hiszem, egy városról, ami fontos, ami picit megnyitja azokat az útvonalakat, amik egy 3 napos ott lét alatt nem biztos, hogy megnyílnának. És belefért ebbe a 2 hónapba, hát ugye ott van ez a könyvesbolt például a Notre Dame-mal szemközti parton, a Shakespeare and Company. Például amikor beültem oda ilyen könyvbemutatókra vagy beszélgetésekre, akkor még nem biztos, hogy tudtam, hogy milyen könyvbemutatókra ülök be. Mondjuk Janet Winterson esetében tudtam. De például beültem egy performer költőnek a könyvbemutatójára, és azóta az a performer költő már 3-4 remek kötetet adott ki, és nemzetközi hírű. Szóval azt gondolom, hogy Párizsba mindenképpen szeretnek menni azok az alkotók, akik benne vannak ebben a világkörforgásban. Nem tudom, hogy Párizs és New York és Berlin közt most ki nyerne, de hogy Párizs továbbra is ott van, azt azért merném állítani. És akkor ehhez képest, vagy akár Párizs felől nézve, vagy ki tudja miért ne, akár Kézdivásárhely, Kolozsvár, vagy Brassó felől nézve, vagy ahonnan számodra éppen megfelelő ebben a pillanatban. Miként látod az erdélyiség fogalmának a jelenlegi helyzetét, illetve azt, hogy itt most már inkább azért az irodalomtörténész énedet kérdezem, hogy mennyire látod lehetőséget annak, hogy valóban egy erdélyi irodalomtörténet létrejöjjön, ami az elmúlt bő 100 évet azért kellőképpen bemutatja az olvasóknak. Ha akarunk egy ilyen irodalomtörténetet, akkor azt hiszem, hogy abból kell kiindulnunk, hogy mit gondolunk Erdélyről, mire akarjuk, hogy jó legyen az, hogy Erdély, mit gondolunk Erdélyről, és csak utána jön az, hogy milyen lesz ez az irodalomtörténet. Most ha már Párizs felől közelítettünk, akkor van az erdélyiségnek egy olyan arca, ami nekem mostanában elég fontos, ez a kultúra köziségnek, az egymásra hatásoknak, de inkább dialógusnak mondanám, nem feltétlenül hatásnak. Tehát egy hatalmas lehetőséget látok abban, amikor kultúrák kereszteződésében van valaki, és valahogy talán több fele lehet látni ezeken a módokon, hogyha az ember nem egy bizonyos kultúrába próbál befele tekinteni, hanem egyszerre sokfele tekint. És az erdélyiségben nagyon sokféle hagyománya van az erdélyiségnek, de ez is egyik fontos hagyománya. Most ezt emelném ki ezúttal. Nagyon sok hagyománya van a gyerekversnek is, a gyerekirodalomnak is, és hát sok nevet említhetnénk. A magyar irodalom azért ebben is azért kiemelkedő alkotásokat tudhat magáénak, hogy a
akár életmű részeket, vagy akár életműveket, és te magad is most már a sokadik gyerekvers kötetednél tartasz, ami nem magyarázható pusztán csak azzal, hogy édesapa is vagy költői megjelenéseit közepette, hanem mintha ez már egy szervesebb része lenne a legújabb Madár ABC címmel megjelent köteted is ezt támasztja alá, mint hogyha ez a megszólalásmód, ami hát valamelyest inkább ugye a skandináv gyerekversek világához áll, talán közelebb, ahogy én látom, ez számodra egyre fontosabb lett. A gyerekvers nekem valahogy a személyességnek is tényleg egy ilyen útvonala, az egyik lehetséges útvonala. Vállaltam azt a dolgot is, például, hogy a lányaim nevét beleírtam kötetek címébe, így lett Hanna Hinta és Blanka Birodalma az első két verseskönyvem. Ennek a Madár ABC-nek is van egy személyes háttere, ez picit a saját gyerekkoromba visz vissza, illetve az édesapámmal való kapcsolatomba, mert a madarakat valahogyan tőle kaptam. És hát nem kell magyaráznom, azt hiszem, hogy a madár, mint szimbolikus létező is, meg valós létező is, meg a rejtőzködni tudó létező a madárban, az mennyire inspiratív tud lenni versek számára. Egy ilyen eléggé zenélős verses kötetet próbáltam, nem is annyira a skandináv viszonyt emelném ki, talán inkább a Vörös Sándor fele mutató irányát, az én szándékaim szerint ezeknek a verseknek. És hát a 40 madár belecsempészve egy fiktív madár, tehát a madarak közt ugye ott van a rúk madár, és nem ebben a könyvben, hanem egyéb könyvekben, tehát a fiktív madarak is elkísérnek minket, és beszélnek hozzánk. Mintha most is hallanék egyet, köszönöm, hogy itt voltál. Álarcos Gébics. Azt súgta az Álarcos Gébics, hajnalban ébredj, titokban építs. Ha messze merészkedsz, s megközelíted, titkotok erdeivé mélyíted. Óvják csöndjét távolságok, maszkok, bokrok, vándorlások. Fontos neki a családja magánya, nem hív meg mást te a délutánra.